Amikor az ember megkapja a diplomáját, elgondolkodik azon, hogy oké, de most mihez is értek én tulajdonképpen? És ilyenkor mindig egy válság áll elő, a BA diploma után ugyanúgy, mint az MA, vagy akár a PhD után, vagy a szakirányi továbbképzés után, és ez nem csak a pszichológusokra, vagy a PPK területén jellemző. Én annak idején matematikusként, én sem voltam a ti korotokban öregebb, és ugyanezt éreztem, hogy most mihez is értek? Megkérdezek néhány előttem végzettet, hogy ők mit csinálnak így napjaikba, és megálltam, hogy na, ahhoz például nem értek. És ez, tehát ez a jogász, a mérnök, mindenki így van vele, és azt mondom, hogy ez a természetes, az a jó, hogy így vagyunk vele, azért az a jó, hogy így vagyunk vele, mert az a iskola, ahol megmondják pontosan, hogy mikor mit kell csinálni, az a bábaképző. És ezzel most nem lenézem a bábaképzőt, hanem épp, hogy nagyon is fontos iskolának tartom azt is, ahol megtanítják azt, hogy ha így áll a baba, így nyúj hozzá, ha úgy áll a baba, akkor úgy nyúj hozzá, ha meg egyik se, akkor hívd az orvost. De valahol az orvost is ki kell képezni, és az orvos nem azt tudja, hogy ezen a 10-20 tipikuson kívül ismer még százat, mert nem száz, hanem sok millióféle van, ami nem tipikus, az annyiféle lehet, ahányan vagyunk. Tehát az orvosnak megint egész, és most az orvos alatt értsetek mindent a diplomásnak, egészen más kell tudnia, mint annak, aki ilyen szempontból kellőképp gyakorlati képzést végzett. Tehát gyakori panasz, hogy nem vagyunk eléggé gyakorlatiasak, az a jó. Nem szabad, hogy azok legyünk, mert különben hiába hívja a orvost, az is csak ugyanazt fogja tudni mondani. No, furcsa fél éven vagyunk túl. Hát, ha például mondjuk a utolsó vacsora ennek a mostani fél évnek a második felébe történt volna meg, akkor Jézus Krisztus, illetve nem Jézus Krisztus, hanem Leonardo da Vinci valószínűleg így festette volna meg. És meglepően jól adaptálódtunk ehhez. Sőt, én azt állítom, hogy ennek is vannak előnyei, voltak előnyei. Egy csomó olyasmire ráálltunk, flottul, gyorsan, hamar, mi tanárok is, az informatikusok is megágyaztak neki, megcsinálták, amit évek óta halogatunk. Tehát lehet, hogy még egyszer majd elkészül az a nagy regény is, hogy mit a szerelem vagy diploma a kolera, nem a kolera, a korona idején, és arról is akkor meg fogjuk állítani, hogy nem is volt talán olyan szörnyű nagy baj, hogy ez megtörtént. Jó, a GDP egy darabig még szenved, vele jár, de egy csomó minden tényleg megtörtént, aminek meg kellett történnie. Nos, tulajdonképpen akkor végül is mihez is értetek? Egyetlen, először azzal kezdem, hogy mit nem kaptatok itt. Ugyanis egy dolgot garantáltan nem ad egyik egyetem se, észt azt nem adunk. Mindenki pontosan ugyanannyival távozik, mint amennyivel jött. Csak az nem mindegy, hogy ez a meglévő ész mire van kupálva, mire van képezve, mert egy csomó mindent meg tudunk csinálni, egy képzett ember meg tud csinálni, amit egy akármilyen intelligens, nem képzett ember nem tud megcsinálni, mert túl bonyolult, túl sok mindent kell hozzá megtanulni, így kajakból nem megy, tanultságból meg megy. Tehát észt azt nem adunk, de ezen kívül egy csomó mindent adunk, és pont ez a lényeg, hogy ugyanis olyan problémák megoldására kell nekünk felkészíteni a hallgatóinkat, amelyekről ma még azt se tudjuk, hogy problémák. Tehát egyébként ez például egy műegyetemi évfolyamnak úgy alakult, hogy ugye egy első éves ilyen 400 főnek, hogy katedráról ezt így pacekba mondtam, hogy hát 20 év múlva semmit se fogtok használni abból, amit most itt tanultok. És nagyon örültem, mert nem azt kérdezték vissza, hogy akkor mi a francnak ülünk itt, hanem elég pontosan értették, hogy azért ülnek itt, hogy majd 20 év múlva azt a problémát, ami akkor lesz, és amiről még fogalmunk sincs, hogy egyáltalán mi lesz az, jó eséllyel meg tudják oldani. Erre kell felkészítenünk, és erre is készítünk föl. Tehát mit ér egy ilyen diploma? Önmagában semmit. Azt éri, hogy például adtunk egy papírt arról, hogy meg tudtok tanulni nagyon bonyolult és zűrös dolgokat. És ez a fontos. A BA szakon is, a BA szinten is mindenkinek azt javaslom, hogy folytassa, annak is, aki a BA-nál abba hagyja. Egyébként kénytelen is lesz.
De az MA-nál, aki adhagyja abba, vagy akár a PhD-nél, annak is folytatnia kell, az is tanul tovább az egész életében. Tulajdonképpen, hát most pont egy PhD szigorlaton vagyok túl, és azt kell mondanom, hogy ha egy PhD szigorlaton a hallgató, a PhD jelölt minden kérdésre tud válaszolni, akkor a bizottság bukott meg. Ugyanis a PhD szigorlat már garantáltan pont arról szól, hogy elérte az illető jelölt azt a szintet, amikor már érett arra, hogy önálló problémákkal foglalkozzon, olyanokkal, amikre más se tudja a választ. Én se tudom a választ arra, amit ő fog megkutatni. Azt tudom, hogy hogy kell ezt kutatni, aztán vagy kijön valami, vagy nem, és ott még rengeteg mindenre kell rájönni. Tehát tulajdonképpen a kérdés ott is az, hogy elérte már azt az állapot, a nem tudásnak azt a szintjét, ami termékeny. Tehát a termékeny nem tudásnak a szintjét elérte a hallgató. De a BA szinten is erről van szó. Tehát túl vagyunk ezen a furcsa fél éven. Egyébként én azt mondom, hogy ne figyeljetek rám. Nézzétek meg Jézus Krisztusra is, melyik tanítványa figyelt. Leonardo képén össze van az összes, itt még várunk, hogy megérkezzenek. Egyik se ráfigyel. Jézus talán megmondja azt, hogy mi a lényeg, de hogy ezt hogy kell elterjeszteni, hogy az egész földön elterjedt hit és vallás legyen, azt nem Jézus Krisztus mondja meg, csak az alapokat nem kell annyira figyelni. Én nem szeretem, ha annyira isszák a szavaimat. Most se igyátok, hanem menjetek ünnepelni a diplomátokat. Gratulálok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmet.